Miklós 1892. február 29-én született, azaz szökőnapon. Szikét! Úgy látom, fig lesz. Kalapácsot. Még kalapácsot is. Ja, hogy ott ül, nézzed! Gyermekkorát Bécsben élte le. Édesapja 6 éves volt, amikor édesapja elmúlt. Már kiskorában érezte a papi hivatást, ezért egyszer gyermekkorában karácsonyra mise felszerelést kért, amellyel testvéreivel gyakran misélt. Szent Ab, 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 hivatása később is tisztázódott, ezért... később felnőtt korában a papi hivatást választotta, és papként nagy gondot fordított a minisztránsokra. Gyertek gyerekek, álljatok be kettes sorba. Amikor tapsolok, térdeljen le külön. Várja már! Kőpapi holló! Figyeljetek már! Megpróbáljuk még ezt. Nem! De már tapsoltam, figyeljen. Na szóval, amikor tapsolok, mindenki letérdel. Na jó, látom, ez nem megy. Akkor van már. Ki akarja kihúzni a mai takit? Elsőként lássuk Csiga a Bumánt. Különleges ereje, hogy kegyetlenül lassú és lusta. Lustaságával győzi meg ellenségeit és teríti őket kapjuk el! Oda!
harmadik szuperhősünk Villámmel, ki villámgyorsaságával rettenti meg ellenfeleit. Kapjuk el! Ne kötözzél már be! Nem a szerepe! Mi kötöz be? A szuperhősök között van SCK, azaz Super Cuki Kinga, ki lehengelő mosolyával állítsa meg az ellenséget. Kapjuk el! És végül itt van Aporman XL. XXL. Elnézést, Aporman XXL, aki hatalmas anyának köszönhetően különleges biológiai vegyszerekkel kísérletezvén hozta létre különleges találmányait, amely a hadsereg legyőzésére szolgál. És lássuk, mi lett volna, hogyha Aporman XXL már a második világháborúra felfedezi a golyóállóbőrt.